A No Shave November betett egy kicsit, de hát stabilan tartjuk a No Shave November-t, not gonna lie, a szakállamba egy picit belenyírtam, de a hajamba egyáltalán nem, szóval jelenleg így nézek ki. Hogy vagyunk? Mi a helykó? Ciao, ciao, full jó. Na, adom. Így is elfogadtok? Most nem lehet mondani, hogy kopasz vagyok. Most már csak azt lehet mondani, hogy szitex. Hát kinőtt a hajam, és még be is festettem. Emo Manin back. Back, visszajött. Mondom a lényeget. A lényeg az, hogy nyertünk egy csomagot, skacok, várj, YouTube-on is már nyomulj. Egy giveaway-t nyertünk, méghozzá tagok között kisorsolt egy híres neves YouTuber egy cipőt, amit ő kifestett, és megnyertem, bakker. Mert gondoltam, hogy nyomok egy tagságot, miért ne? Miért ne jelentkezzek rá? És megnyertem a Mester Istvánnak a cipőjét, képzétek el. Szóval küldött nekünk a Mester István egy ajándékcsomagot egyenesen Erdélyből, és nem csak a cipőt, hanem elég sok mindent küldött. Szóval, ja, én nyertem meg, és ezt no joke, én nyertem meg. Nem jelentkeztek olyan sokan rá, mint amennyire ő számított rá, szerintem, vagy nem tudom. Nem volt annyira alacsony az esélyem arra, hogy nyerjek, de azért beadta. Nem tudom, 5% esélyem lehetett köbö. Tetszik a hajam? Köszönöm szépen. Elég sokat dolgoztam vele. Úgy voltam vele, hogy ha már Citex nem streamel annyit, akkor visszatérek helyette. Nézzétek, figyelj! Sziasztok, hello, én Citex vagyok. Már csak a maszk hiányzik. Amúgy tényleg, várjál, mit rakjak ide maszknak? Nincsen maszkom sajnos, az pont nincsen, pedig az kellett volna amúgy. Vagy először nyissuk ki a zordot. Kóstoljuk meg a zordot, mert azt is kaptunk. Kezdjük azzal. Csak bolondoztam, Citex-el jobban vagyunk nagyon. És azt nem mondom, hogy nagyon, de hát majdnem együtt vagyunk. Tehát egy kézen fogva szoktunk sétálgatni meg ilyenek. Na, az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Kaptunk hozzá egy kártyát. Szia, kedves Manin! Ingyen kaptad ezt az italt, szóval mondj róla nagyon jó dolgokat. Legyen szép napod, Balázs és Levente, ez van ráírva. Ez így lesz, nem úgy, nem ez van ráírva. Az van ráírva, nagyon köszönjük a vásárlást, reméljük, hogy ízlik. És itt is van. Ideje volna a háborúnak. Van itt háború elég szerintem. Ja, amúgy igen, a kartasz is ívott belőle először, és kicsit irigykedtem is. Mi ez a hajszerkezet? Na jó, ne, miért kell bulingolni amúgy? Elég gáz, ennyire reklámoznia kell magát, nem megy jól a bizniszé. Hát de most megkóstoljuk, érted? Nem tudom, reklámnak reklám, de legalább megkóstolom, és hogyha azt mondom, hogy szar, akkor ti nem vesztek, szóval nem feltétlenül jó reklám, mert most érted, nekem a Balázs egy forintot nem fizetett azért, hogy én elmondjam ezeket a dolgokat. Szóval, ja, vágjátok? Nincsenek ilyen dolgok. Hoppá. Mindegy. Gyors cut. Hát a török hajbeültetés mégse tartott olyan sokáig, majd jövő héten elmegyünk megint. Bontsuk ki, srácok, milyen íz van ebben? Strawberry Vanilla Ice Cream Sorbet. Sorbet, vagy nem tudom, azt hogy kell mondani, azt sem tudom, mit jelent. Mascarpone ízű szénsavmentes, cukormentes ital kókusz vízzel, aminósavakkal, ásványi anyagokkal és édesítőszerekkel. Jó, ezt fel kell rázni? Nem hiszem. Be van hűtve? Hogy ne lenne? Ajaj. Nem is tudom, milyen illata van. Epres illata, epres fagyi illata van amúgy. Telibe. Hú, amúgy elég édes, és tényleg vaníliás. De ez nem tudom, hogy hidratálásnak jó-e. Ezt, hogyha lefagyasztod, el lehet nyalogatni, szerintem csak jégkrémként még kevesebb íze lenne. Így nagyon sok íze van amúgy, de nem rossz. Meg lehet inni amúgy. Eper. Epres. Én az epret érzem belőle a legjobban, meg a vaníliát. Eper vanília fagyi, amúgy, nagyjából. Ugyanolyan cukros, mint a Prime. Hát ebben nincs cukor, a Prime-ban meg van, szóval ez fasság. Olyan vizes beütésű. Egy kicsit vizes beütésű, igen. Lehet érezni benne a kókuszvizet is szerintem. De jó, egy kicsit ilyen, hát ízesített vízize van egy picit. De édes. De nem annyira édes, mint a Prime. Azt most már mondom. Tehát ittam már többféle Prime-ot, mindegyik nagyon szar volt. Gyúcsány szerver vélemény. Megnyitott a Gyúcsány a szerverét, és még nem crasheltette ki senki. Igen, 2 percet adtam volna neki amúgy. Ja, crashelve indult. Jó, akkor. Pontosan az jött, amire számítottam. Ez üdítő vagy ízesített víz? Ez üdítő, és amúgy fullos. Nem rossz. Szerintem jobb, mint a másik amúgy. Azt kell mondjam, hogy ez nekem jobban ízlik, mint a másik. Nem rossz. El lehet szürcsölgetni szerintem. Kicsit édes, picit túl édes is. Megnézzük a Mester Istvánnak a videóját, ahol megfestegeti a cipőt, és utána bontsuk ki.
vagy fordítva. Kész, a szép, minden oldalból, színezett, custom, dobozkánk, egyáltalán nem olyan jó, mint amilyennek elképzeltem, de azért nem olyan szar. Hát a következő cucc, amit meg fogunk csinálni... Nem lett olyan szép, sajnos István. Az ez márkás doboz lesz. Ha Nike póló! A Halloween közelít hozzánk, szóval... Azt a leborult részfán fütyülőjét! Ez 10 perc hiányát gyorrába telt, de kész van legalább a mintánk. Ez a Mike-os halál jellegű meg***lek Halloween-kor minta. Meg is van nekünk mind... Miért voltak kopogások a videóba vágva amúgy? Van, aki azt mondaná erre, hogy ez nagyszerű kézi munka, van, aki pedig azt fogja mondani, hogy időpazarlás. És tudjátok, kinek van igaza? Mindkettőnek. Nekem. A kisebbik minta is... Jaj, kopogással van kicenzurázva a káromkodást, ne csináld már. Így néz ki rajtam, előről, hátulról. Őszintén szóval nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jól fog sikerülni. Ez tényleg jó lett. Egyszerű, nagyszerű, de menj. Ez jó lett. A hátára kár voltam, hogy bármit is tennia. A következő és egyben utolsó művészetünk egy pár vadonat új Air Force cipő lesz. Ugye a cipőfestést már egyszer kipróbáltam egy videóban. A Nike logóra megpróbálok egy ilyen csöpögős mintákat rajzolni feketével. Az ilyen rajzfilmes átszere mindenen jól néz ki. De előre megpróbálom még egy denevért felrajzolni. Tűrhető. Életem második denevéréhez képest nem szar. Azt mondom, rajzoljuk meg a másik cipőt is. Amúgy én is vettem lépőt, most várja, megmutatom. Azt nézd. Ez a Shreknek a lába. Milyen márka? Shrek. Kropba vettem amúgy, és Shrekkel kollab. Több mint egy órába telt ezt a kettőt megcsinálni. Az első denevéres cipőnk. Akarom mondani, egy negyede. Egyelőre azt mondom, maradjon. Nem is rossz. Nem is rossz! Jali! Most kifesedte a cipőt a másik Pisti! Azt nézd meg, Jali! Ez itt a kagyib része, megpróbáltam egy kissé Halloween-i stílust adni neki, annyira nem sült ki jól, de a másik oldal szerintem bőven kárpótolja, ennél szebb cipőt én nem akarnék egyáltalán. Milyen kár, hogy nem szeretem az Air Force-okat. Igazából Akker. Az is probléma, mert ezt a cipőt nektek készítettem. Nem olyan rég megnyílt a csatorna tagsága YouTube-on, most már tudtok támogatni, azaz csatlakozni tagokként, hogyha szeretnétek támogatni a videókat, amiket eddig készítettem, és amiket ezután fogok. És ezt a gyönyörű Air Force 1-es cipőt pedig ki fogom sorsolni a tagok között, amit személy szerint vintrénbe tennék, nem azért, mert olyan marha jól néz ki, hanem azért, mert olyan marha sok munka volt vele. Aki szeretne, az csatlakozzon tagként, és egy következő videóban pedig találkozunk. Addig. Nekünk készítette, srácok. Hát. Nekünk készítette a cipőt. Pontosabban nekem, amúgy. Mivel itt van a cipő. Megnyertük a cipőt. Azt nézd. Zseni. Ott is van. Persze, ez az én méretem konkrétan. Ez elméletileg jónak kell lennie, de föl is veszem. Megnyertem a cipőt a csatornatagságokból. Gondoljatok bele, hogy hány gyerek iratkozhatott fel ezért a Mester Istvánra, és én nyertem meg. Engem dobott ki először a gép, szóval... Én mondtam neki, hogy sorsolja újra, ha szeretné, de azt mondta, hogy ez így fair. Bro, got the Mester István Air Force! Azt nézd! Ez plusz szaura. Azt a rohadt. Az alvós cipőm! Ez szex közben fennmarad, srácok! Ezt le nem veszem. Oh, holy shit! Ez kemény. Ezt így vissza is rakom ezt bele. És berakom a vitrínbe. Azt nézem, hogy van-e rajta esetleg... román kutyakaki. De nincsen. Szóval az nem járt hozzá. Senki nem hordotta. Mi? Senki nem hordta ezt még. Köszönöm szépen István, hogy megnyerhettem ezt a cipőt. Zseni, tényleg. Dedikált kártya nem jött hozzá. Nem, de más jött hozzá. Képzeljétek el, hogy van ilyen. Ez egy könyv. Ez a Mester Istvánnak a könyve. Egy verses kötet. És ő adott ki egy verses kötetet, azért a papája is írt verseket, és ezért ő is írt. És kíváncsi vagyok, mi van benne. Szóval, kicsit beleolvasok. Mit ír egy álom tettek nélkül, mint egy szerelem érzelmek nélkül? Mit ír a pénz, ha nem vagy boldog? Mire jó az élet, ha elpazarlod? Amúgy, ez real shit. Négy dolgot nem tudsz visszaszerezni az életben. Egy szót, miután kimondtad, a lehetőséget, miután elhalasztottad, az időt, miután elmúlt, és a bizalmat, miután elvesztetted. Damn.
fekete az összes lap amúgy, szóval a tinta az nagyon-nagyon pazarlós. Look at this gentleman! Hát így hogy olvassam el, ami a másik oldalon van? Hát minden pillanatomban ő ránéznék inkább. Van az időről is benne, idősorrendben megy az egész, nem idősorrendben megy az egész, sorry. De oda vannak írva dátumok, vannak 2021-esek, 20-asok, 19-es versek benne. És kurva sokat írt benne amúgy, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy. Kurva jó, köszönjük szépen István. De ez még lófasz, srácok, mert kaptunk egy zacskó romániai snacket is. És most jön a fosás! Meggyes chips. Erre ránézni sem tudok. Ezt biztos, hogy nem kóstolom meg. Ki a faszom enne meggyes chipset? Straight out of Erdély amúgy. Ezért visszafoglalom Erdélyt amúgy. Tényleg, ilyeneket gyártanak ott. Ez lehet, hogy egy emberiség elleni bűncselekmény amúgy. Édes Puffy, nem új keletű. Hát számomra igen. Joe Mama. Vaníliás. És ezt a Nestlé gyártja? Na ilyet még nem ettem. Ezt meg is kóstolom. Csak az a baj, ha mindent kibontok, akkor az a baj, hogy nem fog elfogyni és megromlanak. Sima, vaníliás, ilyen ostya. Mester István az nagyon ellátott most minket, most jó a bakker. Nem is rossz? Nem is rossz amúgy. A hűtőben is van még, igen. Ketchup flavored baked cubes. Ez ilyen sült kenyér darabkák, vagy ez mi lehet? Ketchupos kenyér? Fúj, bazd meg. This is a certified hood classic. Ez nagyon rossz. Ez szörnyű. Ez konkrétan kenyér és ketchup. Nem írja levesbe való, de lehet, hogy úgy jobb lenne. Ez is valószínűleg csak sima puffi, ezt nem akarom kibontani, mert csak megszárad és kárba megy, jó? Szóval nem fogok mindent megkóstolni, csak ami jónak tűnik. Hagyja szabadon a biztonsági sávot. Köszönjük. Köszönjük. Ez mi? Ez madárkaja? Zizi? Az is van Magyarországon. Fruttis flavor. Ezt se bontom ki szerintem, félek tőle. Teknőstáp? Nem ettél sose Zizit? De van itthon az is. Vagy mármint, hogy Magyarországon, de nem szerettem. Nem szerettem annyira sosem. Ulka Olfers. Dragosta de la prima muschatra. Muschatura. Tudtok románul cset? Én csak a Dragosta dintejt vágom. Ez izé, méz. Mi a fasz? Ezt is nem mondod. Ez mézes hagyma. Ezek hagymakarikák és méz van a szélén szerintem. Az hagyma. Az kurvára egy hagyma. Az keksz nem. Az hagymának tűnik. Hagyma szaga van. Mézes hagyma. Na nem! Hagymás keksz. Jó, azt hittem, hogy kajak hagyma van benne. Hagymás mézes keksz. És amúgy nem rossz. Azt hittem szar lesz. De ez jó. Ez dupla B. Ez a vacsorám. Jelenleg. Na, chat. 5 subgift és kisütjük. Szerintem nem akar meghalni. Főzve jobb. Megfőzünk vagy megsüssünk. Még legyen. A hallgatás a legjobb amúgy, ez igaz, ez real shit, real shit. Cat, car nugget, car nugget. Mézes mocskás keksz, ez mi? Ez úgy néz ki, mintha rántott hús lenne, amiben... Kisebb, mint 3. Ja, én is ezt akartam mondani. Vanília keksz. Én vaníliás a belseje. Ezt tejbe kell tenni, ez ilyen műzlis type shit, ez amúgy annak jó lehet. Töltött gabonapehely, yes, yes, vágom, vágom. Exotic, sugus. Szugusz. Na, kóstoljuk meg ezt a cukrot. Műanyag szaga van amúgy, ez nem túl jó. Ez nagyon nem jó. Ez kritikán aluli. Ez olyan, mint a mauam. Vágjátok a mauamot? Adjam oda a cicának, ez persze, majd meghal, bazd meg. Ilyet, ha láttok a boltba, ne vegyétek meg. Ez nem finom. A mauam az jó. Éj, a mauam az jó. De ez annak a másodata, ez szar. Amerikában látták a nosikát? Ott még a 14 se legális amúgy, én vigyázni. Rolló. Glazed cereal. Akkor lehet, hogy ezt is ízével kéne? Tejjel? De lehet, hogy szerintem nem amúgy. Csak sima csokigolyó lesz. Nyuszi kaki. Lehet érezni, nagyon olcsó rajta a csoki, de finom. Amúgy. Ez jó! Ez nagyon jó.
keksz a belseje és a külseje az csokis. Ezt a Mester István hozta, nem a Mikulás, de majdnem. Ez almás cucc, én nem szeretem az ilyesmit annyira, ezt lehet nem kóstizom meg, vagy nem tudom, ez ilyen almás pitének tűnik amúgy. Úha! Amúgy ennek almás pite íze van. Nem mondanám, hogy rossz, de nem szeretem annyira. Dédi mamámnak az almás pitéje, az annyira top volt, hogy azt nem lehet, annál jobbat nem lehet csinálni. Miért tenném ki Csöviknek, hogyha az én kajám? Ez az én kajám, ezt én kaptam. Nem jó ötlet egymásra mindent enni. Ne aggódj, a szintestem az már megvan erre edzve. Egész életemben erre a streamre gyakoroltam. Rengeteg van még, várjátok, ezt egy órán keresztül fogom nézegetni. Na, ezt nem bontom ki, ez túl, ez túlságosan primónak tűnik. Ez ilyen izé. Ez egy darab ilyen süti, és így lehet vágni belőle szeleteket, nem? Ezt tudom mi, ezt ettem kiskoromban mamámnál. De hasonló. Nem akarom mindet kibontani, ez is tök faszának tűnik. Ez nagyon primó ahhoz, hogy kiunboxoljam, srácok. Picnic! Az i betűn meg pont van. Igazi törökös. Amúgy kezdek rosszul lenni. Igaza volt. Ki kell nyitni az ablakot, bazzeg, meghalok. Most még az ordot is iszom hozzá. Ó, van egy nacho csízes kenyérünk is, amiben kenyér darabkák vannak, csak ez sajtos. Ez lehet, hogy olyan lesz, mint a ketchupos szó, ezt is meghagyom az utókornak. Ez meg pizzás. Mennyi ilyen cucc van még? Van benne üdítő. Frutti fresh. Pere. Srácok, ebből hányás lesz, amúgy. Ez 1000%. Eugénia. Ez meg a Fox. A román lunchli. De amúgy nagyon drága lehetett ez az Istvánnak, nem is értem, hogy miért küldött ennyi mindent. Mert mondta, hogy fog küldeni ajándékcsomagot, de egy ekkorát, azért ez nagyon durva. Rendes, megtisztel engem. Nagyon adom. Amúgy tényleg, köszönjük szépen Istvánnak. Ismét. Megkóstoljuk ezt a Eugéniát. Kíváncsi, hogy mit tud. Hell nah! Ez alkoholos? Pú, ezek olyan szaga van. Ezt lehet, hogy nem. Ezt nem merem. István meg akar mérgezni engem. Kak is lett az ujjam. Nem. Ebbe a töltelék is nagyon nem. Ez kegyetlen. Ezt nem tudom, hogy lehet megenni. Felesen rapok. Ezt így, ahogy van, vissza kéne szídelni. Meg kellett volna rendeljem a temúról azt a izét. Ami így összenyomja és melegíti, és akkor így visszarakja, és nem fog megromlani, vagy nem tudom. Ez szörnyű. Jó, iszunk egyet rá. Nézzük meg, mit tud ez az ital. Jaj, ne! Körtés! Utálom a körtét! Az a legrosszabb gyümölcs amúgy. Hogyha választanom kéne, melyik gyümölcsöt törölném le a föld felszínéről, akkor a körte lenne az. A körte az almának a fogyatékos kistesója amúgy. Tehát nem is értem, hogy jött létre a körte. A körtének semmi értelme nincs. A körte az nem jó, nem finom. Estír gyümölcs? Hülyeség. Össze-vissza beszélsz. A petyár körte az jobb amúgy, igen, azt jobban szeretem én is. Hú, hát amúgy az ord egy kicsit finomabb, azt kell mondjam. Ez nem jó. De amúgy iható, annyira nem rossz ahhoz képest, hogy nem szeretem a körtétám. Szilva vélemény. Az csak pálinka, bolyó. Ez egy kavicsok? Ez elég nehéz amúgy. Ezt meg lehet enni. Lokum, rahaj, ca, aroma, de fructe. Turkish Delight. Ez a milyen török cucc. Made in Romania viszont. Ez jó, kóstoljam meg. Ne. Na nézzük meg. 4000 kalória estére. Mi a rák? Ez mi? Ez biztos, hogy nem eszem meg. Kurva jó, amúgy zselé. Konkrét zselé. De annyira cukros, bazd meg, hogy ebben az egy harapásban szerintem több cukor volt, mint eddig az összesbe. Ezt vissza kell raknom, így, hogy beleharaptam. Bleh. Ez kegyetlen. Zselé, és meg van porcukrozva, meg ilyenek, hogy ne ragadjon. De nem amúgy ezt meg lehet enni. Are you serious? Hány gram cukor this van benne? Torture. A 70% a cukor. Az lehetséges? Vagy elszámoltam valamit? Hát azt írja, hogy 100 gramban 330 kalória és 69 gram cukor. Tehát ez a legjobb bulking kaja. Hát amúgy tényleg, bazd meg. Ez nagyon durva. Ezt egyet beleharaptam és kegyetlen. 400 gram. 400 gram összesen ez a cucc. Tehát 330-szor 4. 1330? 1320. Egy pak elég, hogy Molnár Krisztián legyél. Amúgy abba hagyta a piállást és most már normálisan eszik elméletileg meg ilyenek. Ez valakinek az egész napi kajája. Lehetne. Simán. Bontogasson még. Mondom, kezdek kaják, össze fogok esni a sok cukortól. Erre nem voltam felkészülve. Nem is ettem ma semmit, meg gondoltam, hogy ez lesz a mai kajám. És kezdem úgy érezni magam, mint egy cukorbeteg gyerek karácsonykor, vágod. Eugéniába nem harapok bele, az... Ennek kutya kaja szaga van, ember! Hát a macska eszik ilyet. Hol vagy?
Tényleg macskakaja szaga van. De lehet, hogy csak a külső bevonat rajta ilyen. Ez olyan, mint a Milky Way, meg a Mars. Egyszerre. 440 kalória. Ez a szar, amit fogok. 100 gramban 440, szóval várjám. Ja, de ez 60 gram csak, sorry. Jézusom, ember. Cica, kóstolja meg, te fogyatékos vagy, ember? Legendary röki robbantás lesz ezután. Hát bazd meg, én a WC-t sajnálom a legjobban ezután. Bent van Gyurcsány Voice-on. Jó, hát ennél vannak fontosabb dolgaim is. Van ilyen magúra, vannak ilyenek. Ez ilyen túró rudiszerűség lehet. Nincs benne túró. Ez kokós. Mármint... Jó, mindegy. Ez epres szerintem. Ezeket a kicsiket egyet megkóstolok szerintem. A nagyot nem mondom ki, mert valószínűleg ugyanaz amúgy. Az a tippem. És van még egy ilyenünk is, ami rom. Rom csoki. Nem mondod, hogy a Magyar Péternek is van Minecraft szerver. Jó, nekünk is kell egy. És mi megcsináljuk jobbra, mint az övéké. Elmondta Gyurcsány, mindenki a jogtiszta Minecraftot játssza, csak azzal lehet feljönni a szerverre. Ez így a helyes, ez így fair, vagy így feri. Fagaras! Fögörös! Az úgy kell mondani, hogy fögő. Ez az ő betű. A románoknál. Ez. Ez izé lesz ilyen sportszeletszerűség amúgy, de annyira fekete. Ez olyan, mint a sportszelet. Nagyon durván olyan, mint a sportszelet. És nem rossz amúgy. De a sportszelet jobb. Ezt így kimerem jelenteni. Autentikus román csoki. Az közben meg a sportszeletet másolták le. Autentikus. Az szép. Nem csak a hazánkat lopták el. A többit már nem is akarom megkóstolni. Annyi cukrot ettem, hogy kezdem egy kicsit máshogy érezni magam, mint eddig. Még valamelyiket meg kéne kóstolni, de egyiket sem tudnám megenni. Cukorsok terápia. Addig eszem a cukrot, amíg össze nem esek. Ez minden amúgy. Én ezeket meghagyom szerintem magamnak későbbre. Mert kegyetlen tényleg. Ez karamellás amúgy, de ezeket is megkóstolom majd talán Insta-sztoriba kirakom, hogyha megkóstoltam őket, de nem merem egyszerűen megkóstolni mindent, mert már így is mindjárt összeesek, és nem is ettem belőlük nagyon sokat, de nagyon cukrosak, túlságosan cukrosak, iszok rá egy kis zordot, ezután olyan íze lesz a zordnak, mintha vizet innék szerintem. Nagyjából amúgy. 2006-os szemkilövős event, remélem lesz a Minecraft szerveren amúgy. Imádkozzatok értem. Nem. Ez szörnyű. De a Feri az nem Minecraftozik a TikTokon, hanem csak pofázik, mert csak annyit tud. Szerinte biztos vagyok benne. Amúgy. Azt mondta, hogy fog élőben Minecraftozni. Na jó, maradjon is ott. Politika helyett átmett Minecraft szerver karbantartónak. Az jobban áll neki amúgy is. Hanyám még mondták, hogy hát de van pénz a Gyurcsányéknak, biztosan meg tudják csinálni majd a Minecraft szervert jóra, és tök király lesz. Hát szerintem kurvára nem. Sekvék a Discord, akik ezt megcsinálták. Hát megkérte Gyurcsány az unokáit, biztos megcsinálják a Discord szervert, az csá. Jó, ezt a Gyurcsány Discord szeró témát állítsátok le, légy szíves. Könyörgöm. Mostantól 5 perc time out, hogyha ezt beírja valaki, nem tudok erre mit kezdeni tényleg. Az is lehet, hogy beszarok amúgy, szóval elmegyek vécézni, de nem tudom, szerintem csak pisi lesz. Lehet, hogy csak pisi lesz. Mindjárt jövök. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.